mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit with shit. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this so-called life to call. Sziasztok, üdvözlök benneteket, GTA-zni fogunk, itt van velem a Laci. Hello. És a mai videóban, hát kicsit roncsnak tűnik, de ez egy kifejezetten érdekes autó, ezt tudjuk feltuningolni. Ugyebár a Summer-ös DLC-vel érkezett ez a jármű is, és vált tuningolhatóvá a Benizben. És tudhatjátok, hogy a Benizes autókat szeretem, már amely különleges. Várj még! Azt megmutatom, hogy a Benizes oldalon, hogyha meg akarjátok venni, annyira nem is vészes az ára. A stockból, hogyha belejöttök, ugye legutóbb ezt tuningoltuk fel, ami Benizes jármű volt, Laci pedig ezt. Ez a Declasse Josmite, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. 485 ezerbe kerül alapvetően, erre jön majd rá ugye a Benizes tuning és az egyéb apróságok. Szóval ez valamilyen terepjáró lesz majd, amire kifejezetten kíváncsi vagyok. Szóval valami ilyesmit tudunk majd bőle tuningolni, de hogy ezt így van alapvetően ez az autó, mi semmit nem raktunk bele, és csak mutatnám, hogy behúzom a kézit, és nyomok egy kis gázt, akkor így megemelkedik, és hogyha megállunk, akkor ez így vissza. És ez a füst, ez nem tudom, ez így alapvetően jön belőle, ez nem azért van, mert nincs benne katalizátor, hanem hát ez ilyen. És hogy elindulunk, megemelkedik a kocsi. Na lökj le! Erre várt a Laci. Erre. De most itt maradtam. Köszönöm. Több lépcsős. Úristen. Látom. Fel fogok robbanni. Itt egy fa! Ó, ne! Bazzik. Én tényleg beleestem a fába. Laci! Nem tudtunk volna szépen leugratni az útra. Na gyere! És amúgy... az autó maga meglehetősen jól megy, ahogy láthatjátok, eléggé dinamikus. Némi segítségre még azért... szorul, ne? De te hiheted, lát... Úgy. Ott jó lesz. Most már csak vissza kéne borítani. Jó, 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 nehogy többet lőj bele. Jó. Zsarukat hív fel, mármint hogy nem őket, hanem Lestert. Azta! Na ez? Ez a füst? Ez már nem egészséges. Húzd le a fejed, nem fognak észrevenni. Látják az arcunkat. Csukd be a szád, nehogy belemenjen a füst. Azt a füst. De rég láttam autót ebben a játékban így füstölni amúgy. Te technikai problémáim vannak. Na mondjad. Felhívtam Lester, felmentem a Rage Remove. Jó, csak most jó. Egyet. Most jó. Na mindegy. Nem bírtam még kidetni se. Van majdnem 1,9 millió, nagyon remélem, hogy elég lesz. Ugye ezek a Benizes tuningok. Hát... bekapcsol a füstriasztó. Hát, ettől tudni. Eléggé. De hátul is mi jött ki belőle? Kész kazán. Na. Hát akkor nézzük. Alapvetően lehet rá elég sok mindent tenni, ahogy látom. De ezeket most, hagyjad meg, spoilert is lehet alapvetően rátenni. 490 ezer a Benizes tuning. Ami egy Josmite Rancher lesz. Hagyjad már! Hellóka! Maradt egy egész, majdnem 4 milliónk. Egy ilyen kis aranyos kis pick-upnak néz ki most már. Hát meglátjuk. Na hát, belerakjuk így az alapokat. Fék ilyenek belementek. Bullbars. A legkeményebbet. Ezek nagyon jók amúgy. Ez az utolsó. Na várjál. Ez a legjobb. Ez az. Ez jó, nem? Secondary, és szerintem még most meg kéne csinálni azt, hogy a színnél, hogy a másodlagos szín az legyen mondjuk egy ilyen matt fekete, és akkor csak mit tudom én, ugye, hogy elüssön egymástól a kettő. Vagy akár amúgy egy króm. Ahhoz mit szólsz? Egy króm, és akkor majd meglátjuk, hogy az alján tudunk-e változtatni. Jó, nem drága amúgy? Micsoda? Hát, 12, a króm. 12.500. Jó. Az drága, de most... amúgy nagyon sok mindent lehet rajta állítani. Lökös. Első lökös, első körben. Ez amúgy tetszik.
Mondjuk ez se rossz. Ez jó mondjuk. Hát ez az offroados, ez nagyon tetszik amúgy. Ez nagyon jól néz ki, nem? Ez a fullos, ez mehet. Oké, hátsó lökös. Itt nincs olyan sok. Itt is mehet a fullos. Ez kicsit olyan robosztusabbá teszi az egész kocsit. Nekem nagyon tetszik. Oké. Kézis. Ez nem tudom mi lesz. Aha. Itt több is tetszik. Ez az utolsó. Ez a Rhino Skid Plate. Voltak jobbak szerintem. Igen. Ez a trailer sem rossz. Amúgy nem, ez a legjobb. Határozottan. Ez a legutolsó, vagy ez? Ez a legutolsó, ha még egyszer végigmutogatom. Itt van egy ilyen, ez ilyen, csak ilyen lyukacsos. Van egy ilyen, ez picit más talán. Amúgy annyira nagy különbség nincs közöttük. Azért jobban tetszik ez, mert ez talán ilyen, ezek a hosszanti vágások jobban tetszenek, mint azok a kis karikák csak. Legyen ez. Oké, Na, ez kell nekem. Az LED lámpa volt? Az LED sor, aha, ez így LED sor. Sima lightbar, vagy searchlight, ez ilyen keresőlámpa, de szerintem ez jobban néz ki, ez jobban illik az autóhoz. Jobban illik. Ezt, igen. Motorháztető. Ezek ilyen díszítése. Az ott mi az? Ott az ilyenek jöhetnek. Ki volt lyukadva? Ja nem. Az nem lyuk. Na várja, ezek vannak. Ez mondjuk jól néz ki, nem? Ja, ez jó. Ezt rátesszük. Oké. Okay. Roll cage. Valami jó nagy kéne. Az jó. Igen, az nekem is tetszik. Hát ezek putrik. Vagy ez nem kell, de ezek... Vagy ez. Ez a full web, ez tök egyedi. Nekem ez tetszik. Vélemény? Ez jó, ez nagyon tetszik. Jó, oké, akkor ez mehet. Super engine. Engine block. Hát ez a szokásos. Jó, hát most legyen chrome a motorblock. Air filter. Legyen a legdrágább, tök mindegy. Engine, tunes, és belerakjuk a legnagyobbat. Oké, a fék az még eléggé gyengúszka. Na, kipufogó. Van ez az alap. Kicsit szélebb. Igen. Nekem ez tetszik amúgy. Persze ez most... De itt ez is jól néz ki, hogy őszinte legyek. Ez az alap? Nem. Nem, ez az alap. Ja. Itt. Lehet, mondjuk ez se rossz. Nem rossz. Ez se rossz. Ez kicsit fura, hogy ennyire szétmegy amúgy. Lehet, hogy ez a tuner, ez jó lesz. Ez jó lesz. Ez jó. Jó, fader az oldalára. Ó, hogy ne jöhetne. Ez nagyon jól néz ki, ez street. Van ilyen árk. Ez még jobb. Raptor, Jó, ez. Ez brutálisan néz ki. Nem tudom, vélemény? Jó ez. Hát ez nagyon beteg. Jó, grille. Hát itt... Vannak jók mondjuk. Ez tetszik mondjuk ez a sok lukacsos. Az a sok lukacsos kell nekem. Ez a cross grille, ez nagyon jó. Jó, motoráztető. Jó, ez a másodlagos szín, ez csak... Van ilyen... Mat feketében jó is lenne. Karbon. Karbon az jó. Kilóg a motoráztető. Nem hozzá. Hogy ne illene, Lacikám? Hát ne szórakozzál, te láttál már ilyen kis zsippet? Ekkora légbőmlő van? Nem. Azt a mindenit, hát ez brutálisan van. Hát ez nagyon jól néz ki. Hát én még sose láttam ilyen menő jeepet, ne szórakozzál már. Hát ezt nem hagyhatom ki, ne haragudj. Jó van. Interior, úristen. Jó, itt jönnek a babák. Na. Mit tegyünk? Akarsz babázni? Jó lesz ez a kaszás, nem? Az jó, úgyis úgy vezetünk. Van ilyen dials. Hát tök jó, amúgy nem látom a karakteremtől, de hogy... Én látom. Mennyi féle van, hagyjad már. 15 féle van összesen. Mondjuk ez tetszik.
Ez jó. Nem? Na, igazság szerint ez ilyen. Sitz. Ó, az ölemet nézzük. Tényleg, nem látom tőled az ülést, vágod? Nincsen arcom. De hogy ne lenne, ott van. Az a baj, nem látom, hogy milyen ülést rakok bele, mert itt ülsz. Szállj már ki egy kicsit. Tudok. Nem hiszem. Hát, legyen könnyített versenyülés. Jó, kormánykerék. Ezek annyira nem extrák. Ez tetszik. Ez is menő, mondjuk. Chainlink. Nagyon sok az a láncos kerék? Nagyon, és nem hiszem, hogy kényelmes. Hát ez el... Lehet, hogy jól szellőzik. Nem izzadszodok. Jó lesz ez Vantage Racer. Ez tetszik. Ó, a váltógomb. Oké, rendítsék ezt. Ez jó lesz nekünk, az a sima. Jó volt az a... Ez is jó. A dugattyús. Mit állítunk? Ajtó. Ajtó. Mi? Ajtó. Nem látod? Ó, oh, I igen. See. I see. Ez az utolsó, vagy mi? Nem, ez az első. Oké. Okay. Ez az utolsó. Ez jó. Mehet. Oké. Okay. Light color. Hát ez... Valami... Részjeló, ez jó lesz, ez a sárga tetszik. Roll cage. Még ezen felül. Legyen ilyen... Web roll cage. Látok. Ez fölöttünk van. De legyen web, ugyanilyen webes roll cage. Ez nagyon, ez eddig nagyon intenz ez a verda. Hogy őszinte legyek, ez brutálisan néz ki. Vajon, library-k. Van ilyen, ez elég gyenge. Nem. Nem feltétlenül. Ez nem. Már jobb egy fokkal. Talán. Ez nem rossz. Mondjuk nem sok minden látszik belőle, ugye tekintve, hogy... ez is jó. Kaboom! Ez, hagyjad már, ez rohadt jó. Ez a sticky camo, ez nagyon jó. Ez is olyan. Ez nem tudom micsoda, semmit nem látok rajta. Trackmaster. Van ilyen... Autocross Destroyer. Ez ilyen amcsi stílus. Retrace. Hát ez ilyen... Rozsdás. Ez nekünk nem. Penny Shop Track. Ez is rozsdás. Továbbra is rozsda. Nem vagyunk zebrások, úgyhogy ez nem. Drift Assault. Te jó ég. Jó, én a sticky camót szeretném. Ez nagyon aranyos, és rohadt jó. Majd ezt a narancssárgát majd cseréljük. Ez nagyon tetszik. A kis matra esetleg? Replét. You suck. You suck, tényleg amúgy ott van. Azt a mindegy. Várjál. Legyen szerinted Xenon fényszóró rajta? Nem muszáj. Nem illik hozzá szerintem. Jó, festés. Na, azt mondja, hogy mattot mondtál? Aha. Kicsit ilyen katonai. Ez a zöld is jó amúgy. Egy jó Ice White-tal is jól néz ki. Uh-huh. Nem? Ja. Jó, legyen egy, figyelj, egy Ice White, csak így egyszerűen. Egyelőre. És akkor menjünk tovább, majd a későbbiekben meglátjuk. Amúgy a secondary color-t, azt meg... az legyen ilyen matt fekete? Vagy jó volt ez a króm, nem? Jó ez a króm. Rossz. Add hozzá egy kicsit, szerintem. Trim color. Mehet fehérre. Vagy valami világosra. Valami Ice White-ot koma. Ott volt. Ez a Frost White, ez meg az Ice White. Ice White az jobban illik, oké? Okay. Super Crew emblémát. Hát azt nem tudom felrakni. Ott van! Hát elég nagy jelen van, ott van az ajtó alján. Ja, hát ez nagyon bénán néz ki. Az nagyon. Tehát ezték tető? Nem. Nem. Nem.
Ez kicsit ilyen szafaris. Nem rossz. Le tud törni esetleg? Nézd! Le tudom venni teljesen a tetőt. Jó. Ez tetszik, de ezt nem veszem le, mert ez tetszik, hogy amúgy ott van. Meg van kaki emoji a tetején, úgyhogy ezt nem lehet levenni, csak úgy. Snorkel! Ó, az jöhet. Van ilyen trail, meg ilyen, ez jobb. Hát mondjuk... Itt így több látszik a matricából, úgyhogy inkább ez. Side, fellépő! Ez nagyon jó, ez a trail side step, ez nagyon jó. Jó, ez a tréles kell. Szerintem ez a legjobb, nem? Uh-huh. Ez rohadt jól néz. Ez is egy jó 10-es. Még van 900 ezerünk, fújók vagyunk. Candy box, ez jöhet. Ja, ez jó. Ez jó. Ültetés. Szerintem egy ilyen autót nem kell megültetni amúgy, úgyhogy ezt nem. Transmission bedből a legnagyobb. Trackbed. Van ilyen stock, primary paint, meg secondary. Ami secondary, az meg fekete. Ilyen nem sötét. Nem muszáj ezzel változtatni. Hát ez mondjuk 31 ezerért beleraktam, én sem vagyok normális. Mindegy, most már beleraktam. Trunk door. Jó lenne ez. Lehet, hogy lesz jó. Na, utogasd. Hát ennyi van. Tetszik amúgy, hogy őszinte legyek, de annyira jók itt a matricák a hátulján, hogy ezt nem cserélném le. Meg jó ez a hibrid kinézet, hogy egy kicsit ilyen, kicsit olyan. Aha. Itt masszív, nem? De figyelj, és miből indultunk? Egy ilyen kis porig ültetett ilyen kis, nem is tudom, ilyen kis hot rod féleségből. Uh-huh. Na, Will. Na jó. Egy ilyen aranykerék. Nem, erre offroad kerék kéne, nem? Mindenképp. Vagy a stock. Ez a stock kerék. Ez a stock. Ezt nem néz ki rosszul egyáltalán. Hát ez true. De vannak új félék itt. Ez is jól néz ki. Konkév ötös. Vannak itt újak. Hagyjad már. Ó, ez nekem nagyon tetszett, ez. Ez brutál jó. Csak ez kéne krómban. Ami meg nincs. Hm. Lol. Akkor mi legyen? Fehérbe menjen, vagy? Egy ilyen frost white? Vagy, illik hozzá. Vagy egy kis piros? Piros is, mert... Már rózsaszín, mint az oldala. Hát, azt nem tudom, hogy olyan lesz-e. Ilyen? Hát hasonló. Hát ez azért kicsit olyan. Nem, az piros, ami rajta van amúgy. Hát, olyan pirosos. Legyen ez a piros. Legyen ez a piros, és akkor mindenki boldog. Ez mehet rá. Golyóálló legyen, füst pedig piros lesz. Fú, ez nagyon menő ez a Verda. Ablak, hát ezt én nem sötétítem le. És kész vagyunk. Csak ennyi. 729 ezeren maradt. Az autó vásárlásakor, amikor még nem vásároltam pont, meg volt 2,2 millió, tehát egész olcsón meg lehet ezt a kocsit csinálni. Nézzük meg, hogy milyen lett. Yes! Hát kinézetre. Oké. Most mondd, hogy ez nem menő. Ez nagyon komoly. De az a motorház, tehát, hát az be kellett vállalni, Lacikám. Nem meglettem volna nélkül. De figyelj, hogy megindul. Na jó. Nyilvánvalóan. Nem rossz. Abszolút nem rossz. Ezzel megyünk helyszínezni. Mondjuk az a baj, hogy ebbe könnyen belülnek, az az egyetlen problémája. És most már nem ül meg, hogyha megállok, mi? Mondjuk ki kéne próbálni azt, hogy be tudok elülni azon a rácson. Hát próbáld meg. Állj félre normálisan. Az ebrán? Jó van. Jó, hogy ez így kinyílik? Ó, mondjuk nem... Érezzem, hogy az a kimászok. Na, igen, jogos. Hogy van megcsinálva, izé? Pedig azt mondhatja a pisztoly, hogy piros és téged lőlek. Lőj egyet.
Megsérültem. Megsérültem, bár egy cseréljünk. Szállj be! A pisztolyt használ. Hát az ablak, az a, ahol az ablak lenne, ott én is. Pirossal látok. Várj, át tudok lőni? Nem. De hogy például... Ott ajtónak érzékeli ott lentebb. Tehát csak ott lehet belőni, ahol ablak lenne. Amúgy is. Biztos. Nézzük meg még egyszer. Aha. Hát próbáld meg a lábomat ellőni. Jó. Na szóval, az ott egy láb. De sehol se piros. Uh-huh. Hát ahol piros, tulajdonképpen ott tudsz meglőni. Tehát úgy érzékeli, mint hogyha rendes ajtó lenne. Szeretnénk körözést. Melekülhetünk vele. Megyek a hegyekbe. Jó, jól megállított egy oszlop. Nem tudom mennyit bír. A karmort tettünk bele. És nézd, ott a kaki a tetején, meg a kis izéjem, ez a festés, ez nagyon tetszik. A jobb oldalt a noob. Oda van írva, hogy noob? Igen. Aha. Oda adjuk a hekinek ezt a verdát. Kiszállt a bácsi belőle. Csináljunk egy kicsi. Három. Az az egyetlen izé, abban reménykedtem, hogy majd hátulra majd be lehet ülni, de sajna nem. De amúgy jól húz felfelé, tehát nem egy gyors autóról beszélünk. Na hozza azt, amit egy terepjárónak tudnia kell. Kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni, miután széttörted. Széttörtem? Ezt hogy tudod széttörni? Hát tiszta bukókeret az egész. Elfértünk. Nem igazán törik, tehát hogy itt... Most már azt kéne látni, hogy... Ups. Okay. Adjat, hogy kiadta, láttad? Azt láttad? Elfelelőztem. Hát ezt nagyon sajnálhatod pedig. Hellóka. De tök jól megy. Fú, nagyon menő ez a verda. Végre nem ilyen, nem is tudom, unalmas tuningolós tudsz, hanem valami, ami tényleg részletesen meg van csinálva. Beül a halálfej, meg bólogat. Bocs, kapcsoltam véletlenül neked rádiót. Ez flare volt. Ups. Tudtam, éreztem. Ups, átrafele lőttem, bocsika. Elfértünk. De jó, amúgy irányítható. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy nem megyünk gyorsan, de... Egész erős, ahhoz képest, hogy mekkora mérete az autónak. Ups. A rendőrök megtolnak, nincs itt gáz. Itt jó ég. Elég sokat bír amúgy. Na gyere, itt az offroad. Visszad őket. Amúgy tényleg ez ilyen kis laza GTA-ban krúzolós verdenek tök jó, mert ilyen multifunkcionális. Nem menekülni jó. Megy ez mindenhol. De nem lőttek minket halálra. Hoppá. Na ebbe hogy akadtunk fenn, ugyebár? Kérdés, hogy a fenti searchlight az mennyire erős amúgy. Oh. Mi az? Hátrafele nézzük, erre ketten nekünk jönnek. És két embert előttünk. Ketten nekünk jönnek, érted? Nem én ütöttem el őket. A biztosítónak ezt mondjuk. Ez mindent kibír. Minden is megy. Tök jó amúgy a felfüggesztése.
De rendesen, hogy elindul, meg minden, tök jó meg van csinálva. Egész jó a fizikája az autónak. Ups. Ez is sokat bírszerűkött el. Kocsink is egész jól bírja. Bár benne van az armor. Itt vannak a... Láttad? Ez trick volt? Láttam. Itt vannak az UFO imádók. Nézd meg. Ezek egyre többen vannak. Szévász, meg ilyen hülyességek vannak itt. Ezt figyelted már? Persze. Ezeket a rajzokat már nem szeretném kommentálni. De ez bővül amúgy folyamatosan, nem? Nem. Nem, ez már mióta... valóságban is létezik. Igen? Aha. Jézusom. Csak nem Amerikában. Bolondok. Nézd meg, a Regina! Ott van amúgy egy figura, amit össze kéne szednem. Figura? El a figura! Ne, Laci, meg fogsz halni! Úristen, mit csinálnak ott a rendőrök? El a figura! Megvan! Gyerek, érted? Nem öletitek meg a barátomat! Egy per száz, ez komoly? Aha. Na, akkor jó haladsz te is! Igen. Gyere! Szállj be! Figyelj! Igazság szerint... Na, azt kell, hogy mondja, öt csillagunk van, de sok. Ez az autó megéri. Szerintem rohadt menő. Brutálisan sokféleképpen meg lehet csinálni, tehát ugye most itt egy variációt láthatatok, srácok, de... Rengeteg mindent. Kicsit szolidabban is meg lehet csinálni, még durvábban, akár ilyen hálókkal, de nem feltétlenül kell akár ezeket a hálókat sem használni, tehát lehet rendes pick-upot csinálni belőle, vagy bármit. De tök jól irány, egy kellemesen irányítható autóról van szó amúgy. És az, ami igazán jó benne. Hell is fucking PD. Jó, hát igazság szerint ezek... Kilőtték az... Kilőtték a féklámpámat, nézd meg. Bocs, sietünk. Jó, hát feljöttünk ide egészen éjszakra. Feltuningoltuk ezt az autót. Én mindenkinek ajánlom, hogy csinálja meg, mert szerintem az egyik legjobb Benis autó. És tényleg nagyon durván ilyen saját ízlés szerint testre lehet szabni. Festésből tényleg ezek a matricás cuccok a legjobbak, hozzátenném. Igen. Főleg a kakival a tetején. Amúgy rohadt jól néz ki ez a Verda. Úgyhogy srácok, a komment szekcióba írjátok rá róla a véleményeteket. Ez biztos az az autó lesz, ezt mindig elmondom. Ez lesz az az autó, amit sosem fogok eladni. Laci kiszállt is erre a mondatra is. Hova mész? Kíváncsi vagyok valamire. Oké, gyere. Megyek. Ezt nem nyomod össze. Nem nagyon. Ezt nem tudod elpusztítani, érted? Jó, hogy kicsit a hátulja, mint a meggördült. Figyelj, ideállok a falhoz, aztán gurulj neki izomból. Au! Au! Na! No, nem így szereted? Szia! Na gyere még egyszer. Ott maradt fent a falon a... Oké. Nagyobb erőből. Á, most félek. Fok. Mindjárt bekerülök a... Hagyjad, mit csinál a karakterem? Na most mi van? Nem tudsz hátra menni? De. Ja. Csak megtoltam egy kicsit. Jó, na gyere még egyet. Hát azt hiszem, nem lesz semmi extra. Ki bírja? Ezt nem tudod elpusztítani. Füstöl? Megjelent. Füstölre nem nagyon érdekelte. Némi füstöske megjelent a...
A motortérben, igen, ez már valid probléma lehet. Meggörbült? Hát nem nagyon. A hátulja egy picit. Hát meg itt igen. Ajtó leesett, meg ilyenek, de így igazság szerint ennyi. De jó ez. Figyeld! Azt figyeld! Hagyjuk már! Hát befurakodok a verdád alá. Nem úgy megy ám az. Nagyon menő ez a verda. Nem akarsz egy ilyet magadnak, Laci? Drága. Drágos. Hát igen, igen, tehát egy olyan 1,5, egy másfél milliót. Azt rá kell szállni, srácok, hogyha egy jó verdát akartok ebből. De nem rossz. Az egyetlen hátrány, hogy csak két személyes. Nem hiszem, hogy meg lehet csinálni több személyesre. Mert ugye ott hátul nem valószínűsítem, hogy lehet ülni. De amúgy a verda király. Úgyhogy a komment szekcióban írjátok le róla a véleményeteket. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek és megnőttetek, meg iratkozzatok fel. És tarkoltam itt ott vele, Balassi. Hello. Jók legyetek. Sziasztok.